A Magyar Madártani Egyesület évek óta internetes szavazással választja meg az év madarát. A legtöbb szavazatot kapott madárra, ezt követően fokozott figyelmet fordítanak fennmaradása érdekében. A szavazás eredményeként a 2019. év madarának a gólyatöcsöt, vagy népiesebb nevén a széki gólyát választották. A közel 10 000-es számú szavazásban a gulipánnal és a nagypolinggal volt versenyben a gólyatöcs, de a szavazatok 40%-ával első helyre került. A kecses megjelenésű, fekete-fehér színű madár a kopár, sekély vízborítású helyeket kedveli, és időnként ezeknél telepeket is alkot. A hazai állománya 200-tól 500 pár közötti, a változó vízviszonyoktól függően. A Dunatisza közi szikeseken is költ. Kecskemét közelében a fülöpszállási és szabadszállási tavaknál is megfigyelhető. A Kiskunsági Nemzeti Park tanösvényei mentén és a madár megfigyelő tornyokból. Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 forint. Az elmúlt években azokon a helyeken volt eredményes a szaporodása, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park meg tudta őrizni a madarak számára szükséges sekély vízborítást és táplálkozó helyeket. Ezek közé tartozott Mórahalom közelében a nagy széksóstó, amelyet az elmúlt években állítottak helyre. Itt jól kialakított fapallók és megfigyelő tornyok segítségével nem csak a gólyatöcsöket és szaporulatukat, hanem sokféle vízi madarat is láthatnak az ide látogatók. A gólyákkal csak nevükben rokon gólyatöcsök rendkívül éber madarak. Veszély esetén hangos kiáltással figyelmeztetik társaikat és a többi vízi madarat is. Nehéz összetéveszteni más madárral, mivel rövid, alig 40 cm-es testéhez különösen hosszú lábak tartoznak. Ezek segítségével a mélyebb vizekbe is bemerészkedik, apró rovarok után kutatva. Az év madarának történt megválasztása miatt a Kiskunsági Nemzeti Park is tervezi a gólyatöcs megismerésére és megfigyelésére szervezett túrákat, amelyekre márciusban már sor kerülhet. Örvendetes, hogy egyik legszínpompásabb madarunk a gyúrgyalag egyre nagyobb számban költ Magyarországon is. Különlegessége többek között, hogy a vonuló madarak közül a legkésőbb általában május közepén tér vissza Afrikából, és már augusztusban vissza is indul 10 000 kilométeres vándorútjára. A kék, zöld, barna és sárga tollazatú madarak másik különlegessége, hogy nem fészekben, hanem a löszös, agyagos partoldalba mélyen befúrt alagutakban költenek. Rendszerint csoportosan foglalnak el egy-egy területet. Ebben a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai is segítik a madarakat. Egyik a fülöpházi homokbuckák környékén gyakori virágról kapta a nevét, a Kiskunsági Nemzeti Park legújabb létesítménye a naprózsaház, amelyet júniusban avatott fel, többek mellett az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára. Az itt régóta működő Naprózsa Erdei iskola szomszédságában létesített több célú épület jól kiegészíti a régi, főként szállásadó helyet. Az innen induló túrák gyülekező pontja mellett kisebb konferenciák, versenyek és kiállítások helyszíne is lehet. Emellett az ide látogató iskolás és felnőtt csoportok itt kaphatnak részletes információt a környék növény- és állatvilágáról és a túrák útvonalairól. A Naprózsaház júniusi átadását követően már fogadja az első csoportokat, akik számára a házat és a különböző hosszúságú túraútvonalakat a házvezetője mutatta be. Ahogy a nevében is benne van, fogadó épület és bemutató hely, a Natura 2000-es élőhelyek bemutatását célozza meg, és a ide látogató csoportoknak a fogadására alkalmas, a kulturált környezetben tudjuk a látogatókat fogadni. Igazándiból a mellettünk lévő épület már évtizedek óta áll, és erdélyiskolaként működik,
de az egynapos, vagy félnapos, vagy rövidebb programot igénylő csoportokat nem tudtuk sehol kulturáltan fogadni ez idáig. Ez a terem is, ahol ülünk, egy 40 fő befogadására alkalmas terem, ahol előadásokat is tudunk tartani, ráhangolni a ide látogatókat, hogy mi látható majd a területen, és utána élőben megismerni a természetet. El tudunk látogatni a mozgó buckához, ami egy külön érdekesség, talán sokan nem tudják, hogy a kontinensünk belsejében ilyen mozgó homokbuckát sehol máshogy nem találhatunk. A Naprózsaháza környező települések iskolásai számára is lehetőséget nyújt, akár egy-egy természetvédelemmel vagy biológiával kapcsolatos óra megtartására. A pásztorkutyák tartásában nagy hagyománnyal rendelkező Bugaci pusztán rendezték meg június végén a magyar pásztorkutyák versenyét. A fajta bírálatból és terelési feladatokból álló megmérettetésen többek között pulik, pumik, mudik, kovaszok és komondorok indulhattak. A legfőbb látványossága kistestű pásztorkutyák terelési tudásának bemutatása, és a terelésben még nem jártas kutyák ösztönpróbája volt. A bemutatók és a verseny rendezésében jelentős részt vállalt a Kiskunsági Nemzeti Park is. Bugaca Nemzeti Park szempontjából egy autentikus hely, ahol a pásztorkodás évszázadok óta folyik, és ezt a hagyományt, Bugac puszta hírnevét szeretnénk öregbíteni olyan kiegészítő rendezvényekkel, amely a turisták számára is nagy látványosságot nyújthat. Kiskunsági Nemzeti Park jelen esetben ennek a rendezvénynek az egyik fő támogatója és szervezője. Másrészt nagyon hálásak vagyunk a Bugac puszta Kft.-nek, amely területtel, technikai személyzettel segíti ezt a rendezvényt. Az eddig megszokottnál jóval többen gyülekeztek arra a vizitúrára, amelyet évről évre megszervez a Kiskunsági Nemzeti Park, a Tisza tőserdőben található holtágának hídjától kiindulva. A túrához a Nemzeti Park az összes szükséges felszerelést biztosítja, a 2, 4 és 6 személyes kenuktól kezdődően a mentő mellényekig. Természetesen túravezetőt is, aki jól ismeri az itteni vizet és környezetének természeti értékeit. Bártól István túravezető még az indulás előtt részletesen bemutatta a holták keletkezésének körülményeit és az itteni élővilágot. Tisztelettel köszöntök mindenkit a Kiskunsági Nemzeti Park nyílt kenutúráján. Ez a túranap nem szokványos úton fog történni, hiszen eddig mindig ezt az utat jártuk, tehát a Sziklai Holtiszának a felső böge felé vezető utat. Sajnos itt ilyen tájékon már annyira benőtte a hínár, úgy gondoltam, hogy inkább ezt az alsó bögöt fogjuk járni, ami abban a szempontból kicsit különlegesebb, hogy ahogy látszik is, ugye az országosan védett, ez a pirosan satírozott rész a Nemzeti Parknak a törzsterülete, ami valahogy így 1975-től lett ez a tőserdei rész ugye országosan védett, és később a 90-es évektől lett ez a plusz bővítés, ami kapott egy új holtágrészt, és egy kettőt összekötő gyepes, illetve egy erdős területet. Az induláskor az is kiderült, hogy a jelentkezők száma elérte a maximumot, de végül is mindenki vízre szállhatott. A mai túrán közel 20 fő jelent meg, mind a 6 kenunk betelt. A túrának az útvonala a Sziklának az alsó bögén fog vezetni, és meg fogjuk tekinteni azokat az eltéri, főleg holtákhoz kötődő élőhelyeket, a puhás ligeterdőket és az ott táplálkozó pihenő madarakat, amik ugye jellemzőek erre a nyárvégi időpontra. Az idei év az nagyon hinaras, de ez az alsó rész most annyira tiszta, hogy ez a hat kenunk szépen egymás mellett is akár el tud evickelni. A túra szerintem olyan közel 2,5 órát fog tartani, és hosszát tekintve szerintem oda-vissza egy 5 kilométer. A
Kiskunsági Nemzeti Park sokszínű szervezett túrái közül is különlegesnek számított augusztus közepén egy éjszakában nyúló túra, amelyet a csillagok, bolygók és a különféle égi jelenségek megismerésére és megfigyelésére szerveztek a Kolontó egyik tanyájánál. Ma este egy ilyen csillagászati programunk van itt a Kolontónál, a Bébognár tanyában. Meglepően komoly érdeklődéssel. Először volt egy kis buckatúra, megnéztük a tavat, utána egy előadás, és később este pedig a csillagos égboltot távcsövekkel nézzük meg. Akinek van kedve, az pedig utána itt marad egy kicsit észrevonnás sütve beszélgetünk, akár a csillagos égboltról is. A planetáriumból Kecskemétről jött az előadó, éppen most a különböző csillagokról beszél, és később pedig egy távcsöves bemutatót tart. A kecskeméti planetárium munkatársának, Szűcs Lászlónak előadásában számos vetített kép és filmrészet segítségével ismertette a Földünkről észlelhető, a naprendszerbe keringő bolygók különleges tulajdonságait. Kitért az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődő űrhajózás eredményeire, amelyet filmrészetekkel illusztrált. Az előadást követően a résztvevők a helyszínen felállított óriás távcső segítségével ismerkedtek meg a csillagos ég rejtelmeivel. Megcsodálták a ragyogó, visszavert fénysugárzó holdképét, majd tábortűz mellett folyt a beszélgetés az égbolt kevésbé ismert vándorairól. Lassan újra benépesülnek a Duna-Tisza közi tómedrek és a körülöttük lévő rétek. A korábban itt költött madarak átadják helyüket az északról érkező és néhány hétig itt pihenő madárajoknak. November elejéig várhatóan ismét vonuló madárcsapatoknak ad átmeneti otthont a Kiskunsági Nemzeti Park néhány vizes védett területe. Évtizedek óta kutatják az ornitológusok, hogy a hideg és a táplálékhiány elől délre húzódó madarak hogyan tudnak tájékozódni ködben, esőben és éjszaka is. Mára bebizonyosodott, hogy a Föld mágneses erővonalai vezetik őket, amelyek mintegy bevésődnek az első utazások után emlékezetükbe. Az még megfejtésre vár, hogy hogyan tud néhány madárfaj akkora energiát felhalmozni néhány dekagrammos testébe, hogy akár 1000-1500 kilométeres távot is repüljön leszállás nélkül. Az idén a szárazság miatt előreláthatóan kevesebb madár választja pihenőhelyként a Duna-Tisza közi, régebben vízjárta helyeket. Remélhetően az amatőr vonulás kutatóknak azért ritka, érdekes látvány nyújt egy-egy több ezres, esténként érkező, majd hajnalban felkerekedő madárcsapat megfigyelése. Ehhez a Nemzeti Park szakemberei segítséget is tudnak nyújtani a megfigyelő tornyokhoz történő kalauzolással. Négy évtizeddel ezelőtt 1978-ban kapott védelmet az a világviszonylatban is különlegesnek számító kőfejtőhely Csólyospálos közelében, ahol a daráskőnek is nevezett dolomitos, üledékes mészkövet egykor bányázták. A csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület azóta kis szabadtéri múzeummá vált, amelyet a helyi önkormányzattal együttműködve a Kiskunsági Nemzeti Park alakított ki. A jubileumi ünnepségen Csólyospáloson többen is jelen voltak az egykori kutatók és bányászok közül, akiknek köszönhető a jelentős geológiai és kultúrtörténeti emlékhely létrehozása. Mindenképpen érdemes volt megőrizni, mert ez végre aztán olyan föltártságot kapott, olyan kiépítettséget, Kovács Ferenc kecskeméti építész és felesége Jobbágy Judit jóvoltából, amit aztán részben a Nemzeti Park Igazgatóság, részben az önkormányzat, a helyi önkormányzat folyamatosan jó karban tart. Tehát ezzel nem kell szégyenkeznünk, ez máig is egy nagyon-nagyon jó színvonalú kis bemutatóhely, és unikális. A daráskő bányászata az 1970-es évek végére megszűnt, de emlékét a régi épületekbe beépített kövek őrzik.
kifejezetten ez a kultúrtörténeti jelentőség az, ami számottevő, nem használják. A mai modern építőanyagok teljesen kiszorították, csak városi közegben találkozunk fölmenő falakban való használattal. De épp ez a kultúrtörténeti jelentőség az, ami múlandó, ami veszendőbe megy, és hát ezt a Nemzeti Park jógazdaként próbálja megtartani, fönntartani. A Kiskunsági Nemzeti Park egykor és napjainkban is fontosnak tartja, hogy a területén található geológiai értékek megmaradjanak a jövő számára. A természetvédelmi kezelő feladata az élettelen természeti környezettel kapcsolatos védelmi intézkedéseknek a betartása, megtétele is. Így vannak még ilyen ehhez hasonló bemutatóhelyeink, de konkrétan olyan, ahol a réti mészkő, illetve a daráskő kerülne bemutatásra, nincs másik. Sőt, ez a bemutatóhely, ez Európában is egyedülálló. A legközelebbi hasonló természeti képződmény az anatóliai síkságon található, illetve Ausztráliában vannak még ehhez hasonlók, és ez a három lelőhelye van gyakorlatilag a világon is. Én azt gondolom, hogy a csólyospárosiak büszkék arra, hogy ilyen természeti környezetben, illetve ilyen bemutatóhely van a közelükben. Jó az együttműködés, azt kell, hogy mondjam. A földtani feltáráshoz napjainkban már túraútvonal is vezet a település melletti temetőtől, ahol kis ünnepség keretében megemlékeztek az egykori feltárást végző kutatóról. Rendkívül fontos létesítménye ez a településnek, és én nagyon boldog vagyok polgármesterként, hogy utóbbi 10 évben nekem is közem volt ahhoz, hogy ez a földtani föltárás úgy nézzen ki, mint ahogy most kinéz. És egy példával hagyj támasszam alá, hogy mennyire fontos ez a településnek. Erdélyben, Székelyföldön van egy Sepsi Szentgyörgyi nyugalmazott pedagógus, fafaragó ember, aki az ottani múzeum igazgatójának jó ismerőse, és egyszer bement hozzá, és mondta, hogy siet, mert indult Csólyospárosra. És az igazgató úr megkérdezte, hogy mit akarsz te Csólyospároson? És mondta neki a fafaragó bácsi, hogy te tudod, hogy hol van Csólyospáros? Szóval, hogy ne tudnám? Hát ott, ahol a Daráskő lelőhely van. Tehát tőlünk 640 kilométerre is ismerik a településünket azáltal, hogy ez létezik, azáltal, hogy ezelőtt 40 esztendővel dr. Mucsi Mihály, aki településünk szülötte, kezdeményezte a védetté válását. A réti mészkőnek is nevezett képződmény kialakulásáról és régi felhasználásáról dr. Sümegi Pál professzor tartott előadást, és kitért a napjainkban folyó kutatásokra is. Nem csak az a célunk, hogy megértsük, hogy mi történt a múltban, hanem ezekből megpróbálunk kivetíteni olyan helyekre, ahol jelenleg talán még visszahozható a mészkőképződés. Ugye ez sem jégbe helyezkedik el, egy buckaközi mélyedésben, ezt a buckaközi mélyedéseket valahogy másképp kellene kezelnünk, mint ahogy eddig kezeltük, sokkal komolyabban kellene őket vennünk, mert talajvízgazdálkodás szempontjából, itatás szempontjából, öntözés szempontjából alapvető jelentőségük van. Ha ezek megsemmisülnek, az egy nagyon fontos jelzés a természet részéről, hogy felborult a talajvízgazdálkodás. Ha ezen nem változtatunk, ugye jelenleg az elmúlt 30 évben körülbelül 9 köbkilométernyi víz hiányzik a Kiskunságból. Ez nem lehetetlen, hogy megduplázódik az elkövetkező 10 évben. De egyre mélyebbre fog süllyedni a talajvíz, egyre nagyobb társadalmi energiát kell fordítani a kitermelésére, és egyre nagyobb társadalmi energiát kell fordítani majd a megtisztítására és visszapréselésére. A földtani feltárás bemutatóhelyi történő kialakításában a Kiskunsági Nemzeti Park és Csólyospáros település együttműködése azt is eredményezte, hogy a szomszédos Vajdaság területein is megkezdődött a kutatás és a darásköves építmények megőrzése. A Kárpát-medencében és ezen belül a Duna-Tisza közén is számos kunhalomnak nevezett mesterséges domb található. Ezeket a népnyelv tévesen kunhalmoknak nevezi, de valójában többségük több ezer éves építmény. A Duna-Tisza közi halmok megóvása, védelme az utóbbi években többek között a Kiskunsági Nemzeti Park feladata lett. Kultúrtörténeti és ökológiai értékeik feltárása a közelmúltban kezdődött.
pusztaszeri tájvédelmi körzetben vagyunk, pusztaszerész és ópusztaszer települések határán, a Vesszőshalmon, ami feltételezhetően ugye egy határhalom. A Kiskunsági Nemzeti Park életében elérkeztünk arra a pontra, hogy az első kunhalom fúrásába kezdtünk bele. Egy tájtörténeti kutatás, ami egy komplex kutatás, geológia, földrajz, néprajz és kiemelten tájtörténeti kutatás. A Kiskunsági Nemzeti Park az elmúlt években nagyrészt már felmérte és védelem alá helyezte ezeket a halmokat, de részletes vizsgálatuk csak most kezdődött. Térképezzük, hogy napjainkban korabeli halmok még hol találhatók meg a tájban, másrészt elérkeztünk arra, hogy egy kicsit a halmoknak a történetét is keressük, mit rejthetnek, mit őriztek meg a föld mélyén, amik alapvetően szorosan kapcsolódnak a tájhoz, az itt élő embernek a történetéhez. A halmokhoz számos legenda kötődik, amelyek részben a közelükben élők elképzelésén alapul, a valós tények ismerete nélkül. Kutatásunkat régészeti jellegű kutatás is kíséri, nem csak a halom, hanem a halom környezetének a régészeti terepbejárása is megtörténik. Tehát igyekezünk feltárni, hogy az itt élő ember milyen nyomokat hagyhatott itt a tájban, ami még napjainkig nem került regisztrálásra leírva. Ezeket igyekezzük, ezeket a, hát azt mondom, hogy nagyságrend szerint egy olyan 5 kilométeres sugarú körbe végigjárni a területet. Ugye a legenda szerint pusztaszeren 7 halom van, ez is indította a kutatásunknak, ez adta az ötletet, hogy ezt a 7 halom 7 vezérhez hogyan is köthető. Ez a Vesszős halomnak a kutatása ez az első, és reményeink szerint folytatjuk tovább, és be tudjuk zárni ezt a kört valamennyi 7 halom, ami feltételezhetően nem is 7, hanem 9 és még több lehet. Itt akár a Vesszős halomnál is egy 2-3-as halomról is szó lehet. Megpróbáljuk bezárni és végigjárni ezeket a halmokat, megtudni róluk minél többet. A pusztaszeri Vesszős halomnál a kutatás egy fúrással kezdődött, a halom régészeti és földtani múltjának megismerése céljából. Kifejezetten régészeti geológiai célzatú, egy régészeti objektumot, egy kurgánt, aminek jelenleg nem tudjuk a korát, egy kunhalmot magyarul fúrtunk át, és 10 centinként vettünk mintát, fel fogjuk dolgozni radiókarbonra, szemcsösszetételre, szerves anyagtartalomra, geokémiára, és ami nagyon fontos, hogy bár száraz a feltöltés, de növényi opalitok megmaradnak, és azt akarjuk megvizsgálni 10 centis változások alapján, hogy a kurgán növényzete hogyan változott meg. A fúrás arra is fény deríthet, hogy mikor emelték a halmot. Amennyiben ugyanaz a séma van, mint a többi kurgánnál, akkor körülbelül 5100-5000 évvel ezelőtt megyünk vissza időbe. Akkor érkezik be az első pásztortársadalom a Kárpát-medencébe. Az orosz szakirodalomban Jamnaja kultúrának nevezik, nálunk gödörsíros kultúrának nevezik ezt a népet, ami Kelet-Európából beáramlik több hullámba, a Kárpát-medencébe elterjednek, és ezeket a kurgánokat fölemelik, amelyek alul, alatta egy temetkezés hely van. Ezeket a kurgánokat előszeretettel használták az antik időkbe beáramló szarmaták, szintén rátelepettek, és sírokat alakítottak ki, és temetkezés helyek volt, ott már komoly kincsek is lehettek, és ami feltűnő, hogy szkíták is temetkeztek ezekre a halmokra, vagy önálló halmokat hoztak létre, vagy pedig ezekbe a halmokba temetkeztek. Ezért érdemes megnézni a radiokarbonkort, hogy melyik fázis az, ami ezt a kurgán képviseli, mert nyilvánvaló másképp kell kezelni a Jamnaja kultúrának a kurgányát, egy szkíta temetkezési helyet, vagy egy szarmata temetkezési halmat. A kutatások leletei a tudományos feldolgozást követően a laikus érdeklődők számára is elérhetők lesznek, és sok tévhitet eloszlathatnak. November 10-én rendezte meg a Kiskunsági Nemzeti Park 7. alkalommal a madárvonulás délalföldi ünnepét Szeged mellett a Fehértó közelében a fehértavidarvadozást. A hajnaltól estig tartó sokszínű rendezvénysorozatra több százan érkeztek, hogy megcsodálhassák az ideérkező darvak
10 000-es seregeit. A darvadozás esemény sorozatához kapcsolódott az a természetkutató vetélkedő, amelyben egy szikes pusztán mérték össze tudásukat a diákcsapatok. Mai napnak az egyik fő programpontja a fehértavi darvadozáson az úgynevezett természetkutató diákok akadályversenye. Ez egy olyan vetélkedő, ahol 3 fős gyerekcsoportok vehetnek részt. A koruk is meg van határozva, a legfiatalabb 7-es lehet, legidősebb 2. gimnazista. Lehet a csoportba vegyes korösszetétel. Egy a lényeg, hogy a kint a terepen pedagógus nem lehet velük, önállóan kell a feladatot megoldaniuk. De mire idáig eljutottak a gyerekek, addig egy nagyon komoly feladaton a nevezésen túljutottak. A nemzeti parkunknak, a Kiskunsági Nemzeti Parknak a legfontosabb védett növény és állatfajai közül kellett kiválasztaniuk egyet, és arról az egy fajról egy posztert készíteni, egy ismertető posztert, aminek nem volt feltétele, hogy önálló kutatások eredménye legyen, akár internetes forrásokat is felhasználhattak, és ezeket a posztereket értékeltük, ez alapján hívtuk be a csapatokat. A versenyre ugyan 15 csapat nevezett, de előzetesen csak 6 csapat érte el azt a szintet, hogy indulhattak a terepi versenyen. A terepi vetélkedő összesen 7 feladatból áll. Ez felöleli a fizikától a kémián keresztül a biológiáig a természettudományok tárgyköreit. Egy-egy állomáson egy-egy feladatot kell közösen megoldani. A rendezvénysorozat különböző helyszíneit lovaskocsival, és az erre az alkalomra átalakított halvasúttal lehetett megközelíteni. Az egyik ilyen helyszín volt a Magyar Madártani Egyesület kutatóháza, ahol a madárvonulás és gyűrűzés rejtelmei beavatták be az érdeklődőket. Többek között barkós és kék cinegéket láthattak közelről. A sötétedés közeledtével azután megérkeztek a tóhoz a főszereplők, a darvak. 10 000-es csapatai hangos rikoltozással ereszkedtek a védelmet nyújtó vízre. Látványuk mindenki számára maradandó élmény nyújtott. Január 19-én szervezi meg a Kiskunsági Nemzeti Park idei első túráját a Bugaci pusztán. A kikapcsolódni vágyók megcsodálhatják a téli pusztaság nyugalmát, a közeli nagyerdőt és a pásztorvilág emlékeit őrző építményeket és múzeumot.